Maradjunk otthon, de ne tétlenkedjünk. Akik elbagatelizálják a koronavírust, legalább akkorát hibáznak, mint azok, akik félelemkeltésre használják azt. Rendkívüli állapotok elé néz a világ, de a kifosztott devizatársadalom tíz éve rendkívüli helyzetben van. Ez a rendkívüli helyzet Magyarországon nagyon sok ember már eleve kiszolgáltatott és kivéreztetett állapotban talált a jogellenes devizahiteles végrehajtásokkal a mindenkori politikai elit az állami jogrend szándékos félreértelmezésével köztörvényes élősködők kényekedvére játszotta ki a magyar családokat. A számlák nincsenek kiegyenlítve, és ami késik, nem múlik. De most nem ennek van itt az ideje. Az ország és a világ mindannyiunk közös érdeke, hogy hozzájáruljon mindenki a járvány megfékezéséhez, és ehhez a hétköznapi embereknek is minden lehetősége adott. Már sokan elmondták, hogy ha csak teheti, mindenki maradjon otthon, mert ez a leghatékonyabb módszer a vírus terjedésének lassítására. De nem elégséges otthon maradni tétlenségre kárhoztatva. Emberek, az ismert világrendnek vagy világrendetlenségnek nevezzük bárhogyan vége van. A jelenlegi állapotok legalább két éves elhúzódására kell számítani, és ami utána jön, az sem lesz már a régi. Aki néhány hetes vagy hónapos lefutásra számít, az csalódni fog. Többszöri országjárásom alatt első kézből láthattam a vidék teljes elhanyagoltságát. A magyar emberek gyorsan lemondtak évezredes szokásaikról, a multinacionális kereskedelmi és termelőrendszerek hatására és javára. Most a munkának van itt az ideje, még nincsenek elkésve. Aki kertesházban lakik, az minimum konyhakert kialakításába haladéktalanul kezdjen bele. A gyepnyírás korszagának vége van emberek. Az elhanyagolt szőlőtőkéket kezdjék el megmetszeni, a gyümölcsfákat úgy szintén. Elképesztő képet mutat etéren is a vidék és az ország. Tisztelet a kivételnek. Falu helyen sincs szinte sehol semmilyen jószág. Aki csak teheti néhány tyúkot legalább tojás termelés céljából szerezzen be. A friss hús termelés egyik legegyszerűbb és leggyorsabb formája és módja a nyúltartás. Próbálják ki. Lehet, hogy egyszer nagyon hálásak lesznek érte, ha megfogadják javaslataimat. Én mindezt a gyakorlatban is művelem, és csak ajánlani tudom az önök számára is telikamrával, pincével a rendkívüli állapotok nem tűnnek annyira rendkívülinek, és az elfoglaltság is adott. A háztáji termeléssel nem csak maguk részére gondoskodnak elégséges és egészséges táplálékról, hanem az állami elosztórendszer válláról is levesznek egy terhet, ha nem kell önökről gondoskodni, és így több jut a ténylegesen rászorulóknak akik több házban laknak, ők sem teljesen reménytelenek. Az erkélyeken a teljes szezonális paradicsom, paprika és uborka termelést is megoldhatják cserepes, vödrös vagy virágládás módszerrel. Minden ehhez szükséges ötletet, ismeretet az internete száz megtalálnak. A kényszer otthonmaradás csak tévénézéssel nem célszerű tölteni. Sok szerencsét mindenkinek és ne feledjék, a vírus terjedésének megállításához mindannyian kellünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!